Feketébe öltözött rezidensek osztogattak hálapénz bankókat 3 évvel ezelőtt. A flashmobban a hálapénz megszüntetésére akarták felhívni a figyelmet. A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint is ez az egyik legégetőbb kérdés. Éger István szerint sok orvos is a paraszolvencia rendszere miatt menekül külföldre vagy a magánellátásba. Akár az eltávozottakat kérdezzük meg, akár az esetlegesen hazajönni szándékozókat, nem sokan vannak, de azért vannak ilyenek, kérdezzük meg, akár a fiatal generációt kérdezzük meg, mindig az első között ott van a para és annak a totális torzító hatása. Tehát legalább olyan fontos, hogy ez a diszfunkcionális rendszer megszűnjön, és hogy egységes, áttekinthető és biztonságos béren alapuló rendszer legyen. A Magyar Orvosi Kamara 6 pontos akciótervet fogalmazott meg, szerintük mit kellene tenni az egészségügyben az új kormánynak. Alaptörvénybe rögzítenék, hogy a GDP minimum 6,5%-át egészségügyre kell fordítani. Eltörölnék a hálapénzt, valódi kórházi adósságrendezést követelnek. Szeretnék, ha az egészségtan bekerülne az oktatásba, ha szétválasztanák az állami és a magánegészségügyi ellátást, és ha visszaállítanák a szakmai szervezeteket, például az ANTS-t. Levelüket hétvégén elküldték Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások új miniszterének és Rétvári Bence államtitkárnak is. Egyelőre nem kaptak választ. Kamion érkezik a budapesti Szent Imre kórházba, 600 új számítógépet kapott az intézmény az Egészséges Budapest program keretében. Az eseményen ma az új egészségügyért felelős államtitkárt, Nagy Anikót szerettük volna megkérdezni, neki milyen tervei vannak az egészségügyel kapcsolatban, de a kórház sajtómunkatársa válaszolt helyette. Mi most azt szeretnénk kérni, hogy ennek az örömteli eseménynek az apropóján tegyenek fel kérdéseket. Ha nincs több kérdés, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Keressük az Emberi Erőforrások Minisztériumát is, hogy mit szólnak az Orvosi Kamara javaslatcsomagjához, de adásunkig nem reagáltak. Nem sokkal ezelőtt viszont megérkezett a minisztérium válasza, azt írják, együttműködést ajánlanak a kamarának, hiszen a célok közösek. Szerintük az eddigi kormányzati intézkedések miatt jelentősen emelkedtek a bérek, és folyamatosan csökken az orvos elvándorlás.